Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a Dán bajnok ellen játszik a mai napon a Győr, és Pignicki Krisztina van itt velünk a stúdióban. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon megéri, nagyon érdemes beszélni a Győr csapatáról, már csak azért is, mert ugye hétfőn játszottak a Bukarest ellen, most visszaállt a világrendje, első helyen van a csoportban a Győr, és az valami elképesztő, hogy honnan tud felállni ez a csapat, mindig, minden alkalommal, akármi baj éri. Igen, szenzációs valóban, hogy hétről hétre meg tudnak újulni, a hátuk mögé teszik azokat a dolgokat, amik történnek velük, ugye a sérülésekre gondolok, hogy folyamatosan ott lebeg a fejük fölött a rossz, és mégis összefognak, egymásba kapaszkodnak, és igazi csapatként egy olyan szenzációs játékkal legyőzik a Bukarestet, mint amit láttunk hétfőn. Hát főleg úgy, hogy ugye idegenben nem sikerült a Bukarest elleni mérkőzés, és akkor azért a mérkőzés előtti nyilatkozatok is arról szóltak, hogy nem igazán gondolja senki azt, hogy a Győr lenne az esélyes, míg hétfőn már erről egyáltalán nem volt szó, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy olyat kapott a Bukarest, amire nem számíthatott az első mérkőzés után. Abszolút. A kinti mérkőzésen az Eto nem játszott jól. Ugye ott többen adósak maradtak a jó játékkal, és valóban el lehetett mondani azt, hogy talán nem fontos, nem baj, ha Bukarestben kikap a Győr, de mindenhol presztízs mérkőzés, ne kapjon ki a Győr sehol, ugye ezt várjuk el tőle, jött a hazai mérkőzés óriási várakozással és szinte komplett csapattal, ugye Altaúz visszatért, még ugye Amorimban, meg ugye a Mörka sérültek listáján, és abszolút favoritként, tehát nem hagyták érvényesülni a Bukarestet, sem a Neagút, sem a Guldent, annyira olyan mérkőzés volt, akire minden szurkoló azt mondta, hogy wow, hogy így tudnak játszani, hogy ez szenzációs, mi lesz később. Az is megér majd egy külön beszélgetést, hogy Althaus ennyi idő után így tudott visszatérni, remélhetőleg majd a mai napon is látjuk őt játszani, de ha megnézzük a táblázatot, akkor azért azt látjuk rajta, hogy a negyedik helyen áll a mai ellenfelünk, a dán bajnok, a Nyköping csapata, és ugye az első mérkőzésen ott hazai pályán játszott a Győr, 32-23 volt az eredmény. Erre szokták azt mondani, hogy azért Dániában nem lesz ennyire könnyű mérkőzés, mert hogy náluk hazai pályán játszani borzasztóan nehéz, de azért gondolom, hogy és ezért fontos a hétfői játék, hogyha arra alapozunk, akkor azért azt hiszem, hogy számíthatunk arra, hogy a mai napon is győzelem fog születni. Igen, azonban ugye láthattuk a csoportkörben, hogy azért ez a Nyköping azért elkapta a Bukarestet otthon. Azért az elég komoly figyelmet igényel, tehát hazai pályán nem mehet senki sem biztosra. Ugye a Győr lábában még talán benne van ez a hétfői mérkőzés. Csütörtökön utaztak el a helyszínre, egész héten úgy edzettek a meccs mérkőzés időpontjában, 13:30-kor voltak az edzések, hogy megszokják ezt a szokatlan időpontot. És én is úgy gondolom, hogy nem okozhat problémát, de a mérkőzés végkimenetele, de nem lesz könnyű mérkőzés. Nagyon fog hajtani ez a Nyköping otthon, és biztos vagyok benne, hogy meg fogják nehezíteni az Eto dolgát, de reméljük, hogy meg fogja őrizni az Eto a csoport elsőséget. Ellenük hazai pályán, tehát 32-23-ra tudott nyerni a Győr, az volt az a mérkőzés, ahol Nora Mörk megsérült. Rögtön a mérkőzés után Matusz Krisztián összefoglalta a meccsen történteket. Pillancsunk egy kicsit vissza erre az időszakra. 9 gólos győzelmet aratott a győri Audi Eto a Nyköping ellen, tehát örülnünk kellene, de felhőtlenül ezt nem tehetjük, hiszen Nora Mörk súlyosnak látszó térdsérülés szenvedett a mérkőzésen. De nézzük meg a meccs összefoglalóját, hiszen azért az Eto az első pillanattól kezdve tudtára adta ellenfelének, hogy ezen a mérkőzésen sok jóra nem számíthat. Már az elején remek védekezéssel, nagyszerű kapus teljesítménnyel rukkolt ki a győri csapat, 6-2-re meglépett, akkor már a 14. percben jártunk, és mindössze 2 gólt kapott az Eto együttese. De akkor jött egy dán időkérés, utána néhány győri csere, és 7 perc alatt ledolgozta hátrányát a Nyköping együttese. 8-8 volt a 21. percben az eredmény. Utána viszont megint rálépett a gázpedálra az Eto, és az első félidő végére már előbb 4, aztán 5 gólos előnyre tett szert. Grimsből 10 labdát védett az első félidőben, 50%-os hatékonysággal hárította a lövéseket. Ikehara kibabrált vele ugyan egyszer-egyszer. Roth pedig 5 gólt lőtt az első játék részben, aztán hozzátett még 3-at a másodikban, kimagaslóan jól játszott. Csak úgy, mint Nora Mörk, aki azonban
nagyjából negyed órával a mérkőzés vége előtt, már tekintélyes különbségnél, akkor, amikor a 8., mint kiderült, utolsó gólját szerezte, megsérült, és ez a térdsérülés azért alapjaiban megváltoztatta a mérkőzésről alkotott képünket. Íme a sérülés pillanata, a jobb térde az, ami iszonyatos fájdalmakat okozott neki. Az ő sérülése és kiesése dacára azért az Eto tovább tudta növelni a különbséget, amely volt már 10 gólos is a lefújást megelőzően, 32-22-nél végül 32-23-as diadal született ezen a mérkőzésen, de hát, ahogy szokták mondani, pürosszi ez a diadal, hiszen Nora Mörköt elveszítette az Eto. Méghozzá hosszú időre, és meg is viselt mindenkit körülötte ez a sérülés, nyilvánvaló, őt is tudsz róla valamit, hogy most hogy áll a rehabilitációja? Ugye a mérkőzés hétvégén volt, kedden már át is esett, azt hiszem, a műtéten, ugye az édesanyja meg is látogatta, gondolom rehabilitál, nem nagyon tudok konkrét információkat, el tudom képzelni, hogy Norvégiában ugye a norvég válogatott rehabilitáció ját végzi, de nincsenek pontos információm. Viszont azt már hallottuk, hogy rendelkezésre áll decemberben a válogatottnak, hogyha sikerülne addig helyrejönni, abban pedig nagyon reménykedünk, hogy addig azért minden a legnagyobb rendben lesz. Igen, azért egy fél évet szoktak mondani, ugye szoktak, ugye ez az általános, azonban fél év után pályára tud lépni a játékos, mire ugye újra megszokja a játékszituációkat, belekapcsolódik a játékba, azért ez lényegesen hosszabb idő, de láthatjuk, hogy ugye altaúzis idő előtt. Ez hihetetlen, ahogy visszajött. Egyébként Tomori Zsuzsára is ez vonatkozik, igen, hogy bár hosszabb idő alatt, de amikor aztán visszajött, akkor olyan formában volt, hogy csak néztünk ezeken a mérkőzéseken. Igen, nem is volt náluk ilyen átmeneti időszak, és az anyjánál is ugye láthattuk, hogy pár percekre pályára lépett, és abszolút jól teljesített, ugye helyett tette a Brokkot, végre van ugye váltótársa, ugye nem egyedül kell a 60 percet végigjátszani, nagyon fontos, hogy védekezésben és támadásban is vannak más opciók, és igen, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő legyen az a rehabilitáció, hogy a játékos, amikor visszajön, akkor csak azzal tudjon foglalkozni, hogy a játékba kapcsolódjon be, és elfelejtse azt, ami történt előtte. Hát mi győzelmet várunk ettől a mérkőzéstől természetesen, de most hallgassuk meg kommentátorainkat, hogy ők mit várnak ettől a meccstől. Köszöntöm a kedves nézőket, természetesen mi is győzelmet várunk, legalábbis én a magam nevében beszélhetek, Attila majd mindjárt elmondja a véleményét. Közben gyorsan idézném Jakob Larsent, ugye, aki a Nyköping edzője, és azt mondta az imént látott mérkőzés után, aminek az összefoglalóját láttuk, hogy nagyon-nagyon sokat tanultak ebből a győri meccsből, és majd szeretnének profitálni is ebből sokat a hazai mérkőzésen. Attila, az az én kérdésem, hogy tudnak-e annyit profitálni, hogy nekünk izgulnunk kelljen a vége felé? Hát alapállásban azt gondolom, hogy elég nagy a két csapat közt a különbség, tehát nem fenyeget igazán veszély a Győrt ezen a mérkőzésen, és a Bukarest elleni otthoni nagy diadal után igazán kár lenne, hogyha mondjuk itt csúszna el a Győrnek az első helye a csoportba, hiszen ennek óriási jelentősége van, hogy a másik csoport negyedikével tud játszani, ami feltétlenül könnyebb csapat lesz, mint az első háromból bárki. Tehát mindenképpen nagyon fontos ebből a szempontból a Győrnek a meccs, és nem veheti félmáról. A Nyköpingről azt kell tudni szerintem, amit minden dán csapatról, hogy rendkívül hektikus a teljesítményük, tehát képesek nagy bravúrokra, meg 15-tel kikap otthon. Az egész évi teljesítményük ezt mutatja a dán bajnokságban is, a BL-ben is, hiszen azért ne felejtsük el, hogy például a Bukarestet elkapták a hazai pályán, tehát képesek azért bravúra, de nem nagyon látom azt, hogy biztos tanultak belőle, meg mondjuk így taktikailag felkészültek a Győrből, de nincsenek elég jó játékosaik szerintem ahhoz, hogy ezt a győri csapatot féken tudják tartani, illetve különösen a Győr, ha úgy védekezik, mint a Bukarest ellen, akkor nem nagyon látom, hogy hogyan tudnak mondjuk megfelelő számú gólt lőni a dánok ezen a mérkőzésen. Igen, reméljük, hogy végül is sehogy, és tulajdonképpen bennem is ez a kérdés fogalmazódott meg, hogy ugye az még egy szeptemberi meccs volt, azt hiszem, amikor a Bukarestet le tudták győzni 25-22-re otthon, hogy ha azt sokáig elemezték, ott az a nagy kérdés, hogy ők játszottak abszolút átlagon felül, vagy a Bukarest múlt alul önmagát, mert ugye ott is nagyon sok a sztárjátékos, a Bukarest is alapvetően jobb csapat, egyértelműen jobb csapat, mint a Nyköping, aztán mégis megégett valahogy. Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor egy
alapvetően jobb csapat játszik egy gyengébbel, akkor nem abban van a veszély, hogy mondjuk jól játszik a Győr, és még jobban fog játszani a Nyköping, erre nem sok esély van a mai napon. Amire esélye lehet a Nyköpingnek, hogy lehúzza a saját szintjére az ellenfelét, ritmusba és mondjuk technikai szintbe, és azon az adott esetben lassabb mérkőzésen a saját szintjén meg tudja verni az erősebb csapatot, mert egyébként, hogyha jól játszik a Győr, akkor kizárt dolog, hogy veszélyben legyen. Márpedig mi abban bízunk, hogy jól játszik majd a Győr. Kedves nézők, most már nem menjenek messzire, mert hamarosan jön majd a mérkőzés, amelyen egyébként a Győr, hogyha matematikailag nem is, de tulajdonképpen bebiztosíthatja a csoport első helyét, úgyhogy erre utalt Attila az imént, amikor azt mondta, hogy mennyire fontos ez a meccs. És azért mindabból, amit hallottunk, az következik, hogy egyáltalán nem könnyű egy ilyen csapat ellen játszani, amelyik az egyik nap bravúrokra képes, a másik nap pedig rossz játékra. Már csak azért sem, mert az edzők azt szokták mondani, hogy játsszuk a saját játékunkat, az rendben van, de hát azért csak kell alkalmazkodni az ellenfélhez is. Igen, ahogy az Attila említette, hogyha maximumon játszik a dán csapat, ugye láthattuk, hogy Győrben is feljöttek, tehát időkérés után azért 8-8-nál ott loholtak az Eto nyakában, és a Győr tudott kapcsolni egy újabb tempót, és akkor viszont már nem volt kérdés a két csapat közti különbség. Úgy gondolom, hogy ez a mai napon is nagyon fontos lesz, hogy a Győr menje, játssza azt a tempót, amit ő tud, ne engedje érvényesülni a dánok lerohanását, a hosszú lefolyású támadásaiban ne aludjanak bele védekezésbe, mindenképpen ezeket figyelembe kell venni, és illetve a lerohanásokat majd jól kell alkalmazni. Hannemete Hansen és Dani Gábor nyilatkozott a klub honlapjának, idézzük fel azt, hogy mit mondtak itt a mérkőzés előtt. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a dán bajnok ellen játszik a mai napon a Győr, és Pignicki Krisztina van itt velünk a stúdióban. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon megéri, nagyon érdemes beszélni a Győr csapatáról, már csak azért is, mert ugye hétfőn játszottak a Bukarest ellen, most visszaállt a világrendje, első helyen van a csoportban a Győr, és az valami elképesztő, hogy honnan tud felállni ez a csapat, mindig, minden alkalommal, akármi baj éri. Igen, szenzációs valóban, hogy hétről hétre meg tudnak újulni, a hátuk mögé teszik azokat a dolgokat, amik történnek velük, ugye a sérülésekre gondolok, hogy folyamatosan ott lebeg a fejük fölött a rossz, és mégis összefognak, egymásba kapaszkodnak, és igazi csapatként egy olyan szenzációs játékkal legyőzik a Bukarestet, mint amit láttunk hétfőn. Hát főleg úgy, hogy ugye idegenben nem sikerült a Bukarest elleni mérkőzés, és akkor azért a mérkőzés előtti nyilatkozatok is arról szóltak, hogy nem igazán gondolja senki azt, hogy a Győr lenne az esélyes, míg hétfőn már erről egyáltalán nem volt szó, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy olyat kapott a Bukarest, amire nem számíthatott az első mérkőzés után. Abszolút. A kinti mérkőzésen az Eto nem játszott jól. Ugye ott többen adósak maradtak a jó játékkal, és valóban el lehetett mondani azt, hogy talán nem fontos, nem baj, ha Bukarestben kikap a Győr, de mindenhol presztízsmérkőzés, ne kapjon ki a Győr sehol, ugye ezt várjuk el tőle. Jött a hazai mérkőzés óriási várakozással és szinte komplett csapattal. Ugye Altaúz visszatért, még ugye Amorimban, meg ugye a Mörka sérültek listáján, és abszolút favoritként, tehát nem hagyták érvényesülni a Bukarestet, sem a Neágút, sem a... Nagyon keveset beszéltünk eddig a dán csapatról, illetve arról, hogy ha ők mondjuk a jó formájukat tudják hozni, akkor mi az, amiben veszélyesek lehetnek? Nagyon gyors induló szélsőik vannak, kemény védekezésük van, ugye nagyon tapasztalt svéd válogatott védőik vannak, illetve dán válogatott védőik, és mindenképpen ugye a lerohanásaik eredményesek szélről, gyorsak, picik, nagyon mennek, de hát ugye ez jellemző a skandináv kézilabdára, hogy ahogy labdájuk van, egyből futnak. Dani Gábor mondta, hogy a mi védekezésünket is nagyon-nagyon fel kell keményíteni, részben azért, mert ugye abból azért a támadójáték sokkal jobban tud indulni, másrészt pedig a kapusok miatt is. Nagyon sokszor megfigyeltük az utóbbi mérkőzéseken, jó ideje már egyébként, hogy nagyon-nagyon komoly kölcsönhatás van a kapus teljesítménye és a védelem között, és az utóbbi időben ugye az, ahogy a győri kapusok védenek, sokszor egy olyan tartást tud adni az egész védőfalnak, ami szinte áthatolhatatlanná teszi. Igen, meg a magabiztosságot ad a védőknek az, hogy tudják
látják, hogy mögötte a kapus jó formában van, nagyon-nagyon sok elemzés, edzés munka van az mögött, hogy ugye egy-egy sánc kapus kapcsolat jól működjön, és valóban hetek óta a Grimsby nagyszerű formában véd, illetve az Évi, hogyha lehetőségeket kap, akár egy-egy büntető hárításáig abszolút partner ebben. És ugye a hazai mérkőzésen ugye a Grimsby nagyon jól védett, a dánok kapusait sikerült szinte lenullázni, ugye nagyon eredményes volt a Győrnek a támadójátéka, ez azért nagyon fontos lesz, hogy ők sem kapjanak majd erőre, hogy pontatlan lövések vannak, eladott labdák, tudnak belőle könnyű gólokat lőni, és eredményesek legyünk támadásban, és ugyanúgy a kapusaikat nullázzuk le, szépen felállunk, és ugye a támadójátékot azért úgy gondolom le lehet olvasni. Hogyha megnézzük még egyszer a csoportállást, akkor azért ott van egy nem annyira apró információ abban a tekintetben, hogy ugye a Nyköping az negyedik helyen áll, a Krim Ljubljana pedig az ötödiken 5-5 ponttal áll mind a két csapat, tehát mind a kettőjüknek nagyon fontos lesz most, hogy tudnak teljesíteni a hátralévő két mérkőzésen. Ugye a Krim nincs könnyű helyzetben, mert jövő héten majd a Győrrel találkozik, tehát itt nagyon fontos lesz ez a két mérkőzés mind a két csapatnak, és ebből adódik, hogy a Nyköping valószínűleg nagyon veszélyes lesz a mai napon, minden mindegy alapon kell menniük. Igen, abszolút, hiszen szerintem a Ljubljana gondolja, hogy Győrben azért nem sok esélyük lesz az utolsó fordulóban pontokat szerezni. És hát a Rostovban ellen sem, de ugyanez jellemző lehet, vagy vonatkozhat a Nyköpingre, hogy azért a csoport első BL győztes, rengeteg trófával rendelkező Győrt fogadják hazai pályán, de úgy gondolják, hogy miért ne, mindent egy lapra téve, hajrá előre. Viszont ezzel kapcsolatban ugye arról beszéltünk az előbb, hogy nem könnyű egy olyan csapattal szemben játszani, amelyik az egyik nap óriási formát hoz, a másik nap pedig mondjuk egy sokkal rosszabbat. Azért, hogyha abból indulunk ki, hogy jó formában játszanak a dánok, akkor azt azért láttuk, hogy a győriek abban a pillanatban, amikor egy jó csapat áll velük szemben, fölveszik a fordulatszámot, és talán még jobbat is tudnak nyújtani, mint akkor, hogyha egy gyenge ellenféllel állnak szemben. Igen, mert hajlamos az ember, vagy ugye a csapat átvenni ugye az ellenfél. Nem mondta Attila, hogy lehúzzák a saját szintjükre, hogy gondolom, majd hosszú lefolyású támadójáték, hát ha elváltják utolsó pillanatban, kialakított zicserek, átlövések, stb. És hogyha ezt a Győr hagyja, és tényleg nem fog felpörögni erre a mérkőzésre, akkor meg fogja nehezíteni a saját dolgát. Tehát úgy kell kimenniük, mintha ez lenne a Bukarest 2 mérkőzés, tehát hogy lejátszották hétfőn, akkor jön szombaton a következő, és ugyanolyan elánnal, maximális koncentrációval kell, mert ha egy pillanatra is úgy gondolják, hogy ott jó lehet, hogy most ők a negyedikek, elég lesz mondjuk csak 70%, akkor nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, és a Nyköping a saját javára fordíthatja esetlegesen a mérkőzést. Dani Gábornak volt egy olyan mondata, hogy fiatalokkal vagy fiatalok nélkül mindenképpen a maximumot kell nyújtani, azért ne hallgassuk el azt, hogy a győri fiataloknak óriási siker van a hátuk mögött, egy kicsit most lehet, hogy pihenniük is kell majd, mert hogy nagyon-nagyon jól szerepeltek. Megnyerték a középiskolás világbajnokságot, és pénteken érkeztek haza, csütörtökön érkeztek haza, bocsánat, ahogy a nagy csapat elindult, ők abban így váltották egymást, a nagyok elutaztak, az első csapat elutazott, ugye az ifjúak hazaérkeztek, és ők egy nagyon komoly menetelésen vannak túl, veretlenül sikerült ezt a nagyszerű diadalt elérni, és úgy gondolom, hogy most rájuk fér ez a hétvégén egy kis szusszanás, jövő héten pedig már újabb mérkőzés vár rájuk, folytatódik a bajnokság. Hát ők most azért nincsenek szerintem a nagy csapat keretében benne, mert ők most egyéb feladataikra koncentráltak. Mindig beszélünk egyébként az utánpótlásról, és az, hogy most ez a siker is megszületett, középiskolás világbajnokságot nyerni, azért ez egy óriási dolog, és nem csak azért, mert jól kell hozzájátszani, hanem azért, mert valószínűleg ezeknek a fiataloknak megvolt a kellő önbizalma hozzá, hogy elhiggyék azt, hogy ezt meg tudják csinálni. Ezért fontos az, hogy világsztárok mellett nőjenek föl, hogy lássák, hogy ott legyenek mellettük. Igen, címvédőként érkeztek, tehát ezt még így hozzátenném, hogy 2 évvel ezelőtt is Franciaországban megnyerték, és valóban ugye mind az 5 felnőtt keretben lévő játékos kint volt Katarban, ezen a világbajnokságon, és biztos, hogy a hasznunknál válik, rengeteget tanulnak ezektől a játékosoktól, az edzésnek a ritmusa teljesen más, mint ahogy ugye a saját korosztályukkal készülnek, más a lövés erőssége, más a támadások dinamikája, és ez sikerült, úgy látom, hogy ilyen nagyszerűen alkalmazniuk a saját maguk javára, és nagyon örültek, hogy szerintem itt akkor végigjátszhatták a mérkőzéseket. Már ennél pozitívabban nem is mehetnénk neki ennek a mai mérkőzésünknek, amelyhez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.
Wear the outfit of the champions. Check it out and get it now at salminghandball.com. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon nagy lépést tehet a Győri Audi Eto KC a csoport elsőség megszerzése felé. Tulajdonképpen ehhez egyetlen dolog szükségeltetik, hogy két pontot szerezzen Dániában a Nyköping ellen a BL címvédője. És hát, hogyha a papírformát veszük figyelembe, akkor erre minden esély meg is van. Én talán arra utalnék vissza, amit Kriszta említett az imént a stúdióban, hogy az nagyon-nagyon lényeges lehet, hogy tudják-e a győriek úgy kezelni ezt a mérkőzést, hogy hétfőn volt a Bukarest 1, most jön a Bukarest 2, vagyis képesek lesznek-e ugyanolyan fordulatszámon pörögni egy papíron gyengébb, sőt nem csak papíron, hanem voltak éppen valójában gyengébb ellenféllel szemben, mert ez mindenképpen fontos és döntő lehet ezen a mai meccsen. Szerintem ez egy alapvető elvárás lehet egy ilyen csapat felé, mint a Győr, hiszen az ő céljuk az nem lehet más, ugye, mint a Final Four, illetve ott a győzelem. Tehát alapvetően arra van kondicionálva a csapat, hogy a BL-ben hétről hétre a tudása legjavát nyújtsa, tehát nem különösen az utóbbi napokban nem volt olyan kötelezettségük a bajnokságban például, hogy valami komolyabb megterhelés érte volna őket, tehát ebben a periódusban abszolút erre koncentrálhatnak, és azért ugye láttuk a Bukarest ellen, hogy jó formában vannak a játékosok, nem tűntek fáradtnak, úgyhogy semmi jel nem utal arra, hogy ezen a mérkőzésen bármilyen módon a koncentrációjuk vagy a motivációjukkal probléma lenne, különösen úgy, hogy azért, ha a másik csoportra tekintenek, akkor ez az első hely, ahogy említettük már, ez igen értékes, hiszen elkerülik vele a Fradit, a Metzet vagy a Várdár Skopjét, és mindenképpen a negyedik csapat a másik csoportban az egy szinten lejjebb lesz, valószínűleg a Budućnost-ot fogják kapni, kivéve, hogyha a Thüringer nagy különbséggel megveri a montenegróiakat. Tehát azért ez egy olyan cél, ami a játékosok szeme előtt lebeghet, hogy érdemes érte a 100%-ot nyújtani, de kétségtelen, hogy az ellenfélnek is nagyon fontos a mérkőzés, hiszen ők esélyesek a továbbjutásra, és hát tudjuk az északi játékosokról, hogy ez tulajdonképpen ilyen dán-svéd vegyes válogatott, hiszen négy svéd. Kis japán beütéssel. Igen, hát az a mondjuk így a haba tortán, de azért alapvetően egy harcos társaság, ugye a svéd válogatottat láttuk az a legutóbbi világbajnokságon, hogy igencsak képesek küzdeni Lagerquisttel az élen, ugye aki itt is a védelem oszlopa és támadásban is játszik, és a svéd válogatott kulcsembere volt a legutóbbi világbajnokságon, tehát mindenképpen fel kell venni a kesztyűt, de azt hiszem, hogy ebben nem lehet probléma, mert egységes az Eto, jó formában vannak, és abszolút minden együtt van ahhoz, hogy a mai mérkőzésen bebizonyítsák, hogy erősen megküzdenek. A dánok kezdik a játékot Krisztina Krisztiánzennel középen, és ők vezetik tehát majd az első támadást. Hatodik helyen áll mindössze egyébként a Nyköping a
dán bajnokságban, és valóban, ahogy Attila említette, még az imént rettenetesen hullámzó a teljesítményük ott is. Ezen a mostani mérkőzésen viszont megszerzik a vezetést Christiansen góljával, Selin Christiansen találatával. Jó pontos lövés volt, ugyan tudta Grimző, hogy mi fog következni, le is volt egy picit azért takarva, ugye a sáncot volt, oda is ment, de annyira pontos volt a lövés, hogy nem tudta megfogni. Grimzőnek ugye kulcs szerepe volt az előző mérkőzésen a győri diadalban, reméljük, hogy ezt a formáját hozza a mai napon is, mert arra azért szükség lesz. Igen, konkrétan, ha nagyon leegyszerűsítjük azt a mérkőzést, akkor egyértelműen a két kapos kapus közti különbség döntött, hiszen Grimsbő parádésan védett, Graveről ugyanez nem mondható el, és aztán ugye már az elején sikerült viszonylag nagy különbségre szert tenni. Más kérdés, hogy onnan még egyszer föl tudott állni Nyköping. Nike Groth megy közelebb, és elveszik támadó szabálytalanságért a labdát. Nem volt igazán támadó szándéka a játékosnak. Ezt szankcionálták, hogy bele dúródott a védőbe. Azért tudjuk a Nyköpingről, hogy képes igencsak jól vérekezni, ha összeáll a védelmi, különösen felállt fal ellen, tehát fontos lesz, hogy szerzett labdákból könnyű gólokat lőjön a Győr, ahogy azt a Bukarest ellen is tette, hiszen ott volt egy periódus, amikor szinte átrohantak az ellenfélen. Krisztina Christiansen pedig nem talál kaput, Grimsbő indítása sajnos nem jó, Knedlikovát szerette volna megjátszani, de remekül értek vissza a dánok, így aztán marad az 1-0-ás Nyköping vezetés. Ugye, mint hogyha csak igazolni akart volna Grimsbő ebből a félig, hát elég mondjuk így hazárdírozó indításával, hogy csak azért is megpróbáltam még gyorsan elindítani a könnyű gól érdekében, de ez most nem volt jó döntés, és viszont Christiansen egy újabb technikai hibát követett el a rossz lövések után. Igen, és nézzük gyorsan a mieinket, ugye Knedlikova lent a szélen, Brock Tobori, Groth, Oftedal és Görbic pedig a bal szélen, Krimzbő a kapuban, és egy passz. Igen, passz, hiszen nem tudtam, hogy mi volt a szándéka Knedlikovának. Egy passz volt, Tomori Zsuzsa pedig megszerzi az egyenlítő gólt a negyedik perc elején, viszont Ikehara már sprintel, és újra a dánoknál az előny. Sikerült visszaérni ezen az oldalon, ugye általában szélső védővel a kettesnek kell visszafutnia, az a szabály, hiszen a szélső védőjátékos általában a sarokban van, tehát pár méterrel hátrébről indul vissza. Most viszont ugye Tomori volt az, aki a gólt lőtte, tehát ő is csak késve tudott visszaindulni, ezt használták ki a dánok. És itt van Grave első védése. Úgyhogy marad a 2-1-es dán vezetés. És hát ugye ez volt az a mérkőzés, mármint a győri meccs, amire nagyon szomorú szívvel emlékszünk vissza. Egyáltalán nem az eredmény, hanem Nora Mörk sérülése miatt. És azóta már azt is tudjuk, hogy a Győr ugye megpróbálta pótolni Nora Mörköt, és Mireia González érkezett az Érd együtteséből, de ő még nem játszhat, majd csak az egyenes kieséses szakaszban kapcsolódhat be a győriek munkájába, a játékba, legalábbis a BL mérkőzéseken, úgyhogy legalább van ideje aklimatizálódni. Közben pedig újabb dán gól, méghozzá büntetőből, Johanna Westberg, aki a legeredményesebb Nyköping játékos volt Győrben, akkor 3-7 méteres találatot szerzett most ez az első. Kellemetlen hetes lövő, hiszen nagyon magas játékos, szóval magasra engedi el a labdát. Nehéz a kapusnak fönntartani olyan sokáig a kezét olyan magasan. De kár, hogy nem tette ki Oftedal Görbicnek, az utolsó pillanatban meggondolta magát, de a labda legalább marad nálunk. Brock hiába ért bele egy sáncoló kéz, megvan a második győri gól. Ott Christiansen mögötti területen lehet keresni valója a győri beállósoknak, hiszen ő egy nagyon alacsony védő, ezért föl kell, hogy jöjjön magasra védekezni. Jól láttuk az ismétlésen is, hogy mekkora terület volt mögötte, ahova beérkezett Brock, és jól vett észre Groth. 3-2
2-2-es. Dán vezetés Ikehara Zitzerben, és ezúttal védi Grimsből. Ikehara is jó teljesítményt nyújtott Győröt 4 góljával, igen, egyszer-kétszer túl tudott járni Grimsbő eszén. Most egyelőre 1-1 kettejük csatája. Köszönhetjük most Grimsbőnek, mert egyébként nagyon becsapta a győri védekezést a Nyköpingi akcióval az átlövő, illetve a szélső játékos, hiszen egy befutó után egyből visszafutott a szélre Ikehara, és Görbic elváltotta. Gyönyörű Gród gól, ezzel megvan az egyenlítés a 7. perc elején, és láthatjuk egy pillanatra a hihetetlenül lelkes és elszánt győri szurkolókat, akik lám milyen szép számban még Dániába is elkísérték csapatukat. Egy remek labdaszerzés, Mette Hansen, meg lehet szerezni a vezetést, Oftedal sajnos nem talál kaput, és hosszú-hosszú hatásszüret után a spanyol játékvezetők végül befújják a hetest, és még egy sárgát is kiosztanak Vallénnek. Pedig egy darabig úgy tűnt, hogy tovább engedik. Nem hetes? De hetes, jó, akkor jól láttam. Ja, bizonytalanul mutatták a játékvezetők, és senki nem tudta, hogy mi lesz. Eleve bizonytalanul fújták be. Görbic Anita végzi el a magyar büntetőt, és sajnos nincs magyar vezetés, mert Grév megfogja Görbic hetesét. Végre egy első 7 méteres, amit bejött Anitának, mert utóbbi időben ahhoz szoktatott minket hozzá, hogy elsőt általában kihagyja, a többit utána értékesíti, de most az első is bement. Nem sikerült tehát átvenni a vezetést, eddig még nem volt a mieinknél az előny ezen a mérkőzésen, és jön egy újabb dán hetes. Görbic a vonalon. Volt egyenlő erő küzdelme. Westberg nagyon 1,90 magas. És Westberg is kihagyja a hetest, vagy mondjuk úgy, hogy Grimsből fogja meg. Egy-egy büntető hárítás tehát mind a két oldalon. Gyönyörű védés volt. Vissza Gródhoz, Görbic a kapufáról kijön, Gród szerzi meg, ez pedig Grév fogja. Hát egyelőre sokkal-sokkal jobb formában a dánok kapusa, mint Győröt, és ez elég lényegesen befolyásolja az állást. Még arra is volt ideje, hogy a védekező játékosokat kicsit instruálja. Marad a 3-3. Itt hanyagul lőtte most Gród. Azt hitte, hogy a védés után a kapus nincs még olyan állapotban, hogy reagáljon, de résen volt. Oftedal. Gyönyörűen megy el, és ezt már nem tudja hárítani a Nyköping kapusa. Először a mérkőzés folyamán a 9. percben vezet a győri Audi Eto KC. Én azt használta ki kiválóan a győri támadósor, hogy Christian Christensen fölhelyezkedett ugye Tomorira, és nem a beállóst futtatták oda, hanem arra a területre cselezett be Oftedal, már pedig ha ő egy üres területre beérkezik, akkor onnan már nincs az a védő, aki őt meg tudja fogni. 5 perce nincs dán gól, mi persze jól meg vagyunk nélküle, most viszont jön egy magyar kiállítás, Brockot, Ivet Brockot küldik ki a spanyol bírók. Ez az első kiállítás a meccsen. Nagyon pontatlan passz, Marcos Martin mutatja, hogy nyugi, nem kell kapkodni. Neki jó volt a passz. Igen, de nem nyújt utána.
jók a reflexei. Olyan értelemben, hogy hagyta elmenni a labdát, hiszen az idő nyeresség a csapatának. És érkezik fontos. Anya, a House a beálló pozíciójába, hiszen Broch kiállított játékos. És rögtön egy kis bunyót középen. Iversen. Én, aztán borítás után tudomásul veszi a sárgát. Ja, ott az lehúzott egy jó pár szezont a dán bajnokságban, úgyhogy ismerős védőkkel burkózhatott. Gyönyörű. Road goal, megvan a két gólos előny. Együtt ennek később ért ki Lagerquist, mint kellett volna. Viszont egy szép passz. Ezúttal azonban a dán kapufa nekünk segít, marad az 5-3-as Győri előny, és az ember hátrány egyáltalán nem jelentett problémát. Sikerült növelni az előnyt, itt pedig sikerült megúszni egyelőre kapott gól nélkül ezt a 2 percet, amelyből már csak 20 másodperc van hátra. De miután ugye kapus nélkül támadunk, ez egyelőre egyáltalán nem gond. És amilyen jól kezdte a Nyköping a mérkőzést, szerencsére egyáltalán nem tudja hasonló szinten folytatni. Dijkhek Groth szerez újabb gólt, és ezzel 6-3 már. Egyelőre a Groth Oftedal páros szétszedi a védelmét a dánoknak. És most jön a válasz, most már legalább 7 vagy 7 és fél perc után jön a Westberg második találatával töri meg ezt a hosszú-hosszú gól csendet. Most kivételesen győri védelemért ki túl későn, ami egyébként is magas Westbergre. Oftedal, Groth és marad benne. Althaus dacárának, hogy lejárt Groth büntetése. Tomori, Oftedal, Groth kéri, majd ő megoldja. Tomori, Oftedal, most mi vezetünk egy nagyon hosszú lefújású támadást. Grave védése után tudnak indulni a dánok. Ott van Ikehara, és ott van Grimsbø is. Nincs újabb Nyköping gól, van viszont újabb Grimsbø bravúr. Nagyon szép védés volt. Volt türelme Grimsbőnek megvárni, amíg igazán elengedte a labdát Ikehara, nem bontott le hamarabb, és így tudott bele piszkálni a japánnak a lövésébe. Két kiváló kapus teljesítmény egyelőre. Mind a két oldalon Grimsbø ugyanazt hozza, amit mostanában megszoktunk tőle. Grave viszont egyelőre felülmúlja korábbi önmagát. Mondott köztet elvert a lábbal, Groth, de aztán belépett Iversen segíteni. Gyönyörű csellel megy el, és aztán be kell érnünk egy szabad dobással. Segítség a nézőtérről is, viszont most már gyorsan be kell fejeznünk a támadást. Fent a bíró keze, talán még két passzunk lehet. Nedlikova, és belövik Nedlikova. Nem nagyon volt ott hely, de hát annyi éppen volt, hogy ez a labda beférjen. Nagyon fontos gól volt, hiszen egy gólra felzárkózhatott volna a Nyköping, sok időnk már nem volt támadni, de sikerült ezzel a gyönyörű szép Nedlikova góllal befejezni az akciót. És Görbic helyzetfelismerését is dicsérni kell, hiszen érezte, tudta, hogy ott nem fog tudni bemenni a labdával, ezért tette át a túloldalra. És második idejét is kikéri a
Már edző. Egyébként grönlandi. Mindenesetre grönlandi a dán edző. Grönlandi válogatott. Van játszott jó pár évig. És korábban a GOG férfi csapatát vezette. Első munkája a női első osztályú klubnál. Egyébként az egykori Klassz és Camilla Christiansennek a férje. Megnézzék egy grönlandi bajnoki között. Milyen színvonalú lehet. Itt pedig a mi Ambrose, vagy Ambrosio Martinunk, így nem is nagyon láttuk. Aki ugye közelmúltban bejelentette, hogy távozik az idény végén a Győri együttestől. Még mindig nem tudni, hogy hol folytatja Ambrose Martin. Az a biztos, hogy nem Győrött, és az is biztos, hogy az a lélektani sokk, ami azt a bejelentést követte, az elég gyorsan elmúlt. És ez arra utal, hogy valahogy nagyon együtt vannak fejben, lélekben is a győri játékosok. Ambrose Martin jó pedagógus kell, hogy legyen, mert azért ezt a helyzetet kezelni kellett, hiszen nagyon váratlanul ért mindenkit az a bejelentés. Igen, azért azt gondolom, hogy egy jó csapatot ez még inkább összekovácsol, és hogyha mondjuk abban hasonlítjuk össze, ami Várdász Skopjénél van, ahol nem az edző fog távozni, hanem az egész klub, ahhoz képest mindenképpen könnyebb a helyzet, és ott is azt látjuk, hogy a Várdár játékosai abszolút egységesek, és jó teljesítményt nyújtanak, úgyhogy szerintem ugyanez a példához kell a Győrnek is igazodnia, mert itt ugye csak azért az edzőről van szó, arról, hogy az összes játékosnak új klubot kell néznie. Grimsből negyedik védéseim már, vagyis 50%-on a mieink kapusa, Oftedal pedig szórja a gólokat lendületből. Remekül játszik a Győr, leszámítva az első 2-3 perc bizonytalanságát, és maga biztos játékkal vezet 8-4-re. Pont azt a hibát követték el a dán védők, amit Oftedal ellen egyáltalán nem szabad, hogy utat nyitottak neki, ő pedig ha egy kicsi helyet látott, megy. Azt nem láttuk, hogy került vissza a labda hozzánk, de ennél sokkal fontosabb, hogy Nike Groth találatát már igen, 9-4 az eddigi legnagyobb különbség. Ez valószínűleg 7-es lett volna, ha véletlenül megfogja Crave, de nem tett így. Hát egyelőre az időkérés nem sokat változtatott a köpik helyzetén. Egy hatalmas bomba, és ezzel már Grimsbő sem tud mit kezdeni. Hát egyelőre egyedül Johanna Westberg veszélyes kívülről az ellenfélnél. Ez nagy gól volt. Egy jó zárást kapott, nem biztos, hogy teljesen szabályosat, de minden esetre hatékonyat. Fallen volt, aki befutott a falban, és lekötötte Brock figyelmét. Oftedal. A másik kapufa, most a hazaiakat segíti, de mégiscsak hazai kapufáról van szó, marad a 9-5-ös győri vezetés. És ha jól látom, igen, akkor megtörténtek a szélső cseréink, vagyis most már Bódi és Puhalák a pályán. És jól játszottak egyébként az előző mérkőzésen, mind a két magyar szélső jól teljesített, talán nem sok ideje volt, de amikor ben volt, az szépen megválta. Remek védekezés, mondom én, de aztán csak sikerül megtalálni a rést, ha nem is a pajzson, hanem a falon. Pedig előtte még lövőhelyzet, így sem igazán tudtak eljutni a dánok. Groth ki a szélre, Bódi. Nem jön be az első kísérlete, marad a 9-6 és továbbra is. Grave nagyon-nagyon sokat tesz hozzá a dánok játékához. Christina Christiansen viszont nem talál kaput, Grimsbø indít. Ez pontosabb, mint az előző, és Bódi befejezése is az. A gól érvényes, meg még egy 2 perc, ez így a legjobb nekünk. Iversen küldik ki. Akkor már nem nagyon
érdemes hátulról védekezni, mert ott érte meg teljesen feleslegesen. Ettől hullik ki az edzők haja. Aki ott ül mellett, annak már nem. Ez a második gyors lerohanásos gólja a Győrnek. És az első olyan szituáció, amikor ember előnyben játszhatunk majd, bár most Lánok is levitték a kapusukat egy sárga Annemette Hansennek. Tizenkilencedik perc. Martin valamit reklamál a spanyol bíróknál, hát nyelvi gondjai biztos, hogy nincsenek. Sikerül Vesberget tisztára játszani megint. A negyedik gólját szerzi már, és aztán viszont jön a gyors üres kapus válasz. A legjobb ellenszer, ezt igazán a múlt héten láthattuk. Igen, valószínűleg most már ezt körlevelet kéne küldeni a rendezőknek, akik kézilabda meccseket közvetítenek, hogy mikor ember hátrányban van egy csapat és gólt lő, akkor biztos, hogy a középkezdésből gyorsan fognak támadni, tehát jobb nem a kapusnak a hasát mutogatni, hanem egyből átváltani. Na, rendszeresen látjuk ezt, hogy lemaradunk a gyors gólokról. A labda időközben a miénk. Nike Groth most visszaért Grave, és meg is fogja Puhalák lövését. Aztán azt mutatja, hogy az alapvonalon ment ki a labda, a játékvezetők viszont nem azt mutatják, mivel nem látjuk. Most viszont már megkapják. Belépett. Puhalák volt megint? Legalábbis őt mutatják. Igen. Ó, valóban. Mocskán rajta a lába vonala. Akkor most a második időkérés, így van. Előre láttam, hogy ezt hamar ki kell kérnie. Igen, hát valószínűleg érzi Larsen, hogy hát ha most elengedik a Győrt, akkor onnan nincs vissza. Igen, igen, az. És azért az utóbbi 10 percben nagyon megállt a csapata. Alig találnak gólszerzési lehetőségeket. Ugye Vesbernek volt két lövése, ami végül is ilyen egyéni akcióként hatékony volt, de abszolút nem találják a megfelelő formulát, és a védekezésben is viszonylag könnyen átmennek rajtuk a Győriek. Igen, viszont a Győr azt játsza, amit reméltünk, amit szerettünk volna, nagyon fegyelmezettek. Védekezésben hatékony a gyors lerohanás is, úgyhogy egyelőre szerintem egy szavon nem lehet. Arra készül. Most már tudja, hogy 7-6 ellen fognak játszani rövidesen a dánok. Erről kapcsolatban osztogatta az utasításokat, hogy hogy kell majd védekezni. Szép volt. Egyelőre nem 7-6 ellen játszanak, viszont eredményesek. Jön szerencsére a menetrendszer gyors válasz Nike Groth-tól, úgyhogy ebben mi így abszolút partnerek vagyunk, hogy lőjenek ők egyet nehezen, mi meg egyet könnyen. Egyszerűen a Oftedal Groth páros feltartóztathatatlan. Fantasztikusan játszanak. És ennek köszönhetően, többek között ennek köszönhetően marad a 4 gólos különbség. Egymás mellett a két Vesberg. A Nyköpingnél pont az iménti gólt szerezte Emily Vesberg, a labda pedig már a miénk. Oftedal pedig kegyetlenül bevágja a 13. győri gólt. Minden egyes hibát könyörtelenül büntet a győri Audietto KC, úgy is, ahogy azt kell. És hibából azért szerencsére akad néhány. Ja, hát ez egy ilyen játékos, mint
Rót vagy Oftedál is megoldhatatlan feladat elé állítja általában a ellenfél védelmét. Ketten együtt a pályán vannak, akkor az a nyomás, amit kap egy csapat a labdafelviteleknél, az egészen káprázatos. 8 perc. A fél időből 8 kapott gól, de 13 lőtt. Magabiztos vezetés. Johanna Westberg. A testvérétől, Emilytől kapja vissza, aztán legalább egy fél méterrel. Fölélő, most már remek volt a sánc előtt, de figyelünk rá. Úgyhogy Grimsbynek közben sem kellett avatkoznia. Láthatóan rajta volt. Rajta volt, igen. Ha kapura megy, valószínűleg kivédi. 44%-osan lőnek a dánok, az meglátszik az eredménye. Hansen. Oftedal. Bodi. Vissza Hansennek. Ugye a mi dánunk. Gyönyörű, fantasztikus csel. És egy gyönyörű gól Oftedal bomba formában. És próbálnak gyorsan indulni a dánok, de hát azért ez nem annyira egyszerű. Jól rendeződtek vissza a győriek. És úgy tudja azért folyamatosan cserélgetni a belső védő embereit, ugye most nincs ott Broch, sem Tomori. Ez semmiféle problémát nem okoz, a Hansen-Althaus páros is kiválóan védekezik. És megint kicsit bizonytalannak érzem, sőt nem kicsit, hanem nagyon a dánokat. Nicke Groth, és bent van ez is. Most már egy kis cifrázás is belefér. Érdemes lett volna följegyezni, hogy hogy lőtték felváltva a gólokat. Broch és, illetve Groth és Oftedal. Ketten együtt 9 gólnál járnak, ami azért sokat elárul kettejük teljesítményéről. Az eddigi legnagyobb differencia 7 gólos, 15-8 a győri csapat javára. Így kell erőt demonstrálni egy fél idő alatt. Christiansen. Alena Kics oda sem tudja adni a labdát, Oftedal olyan fantasztikusan védekezik. Belépett Bódi a labdával. Krisztina Christiansen. Eltakarították Iversent. Sárga lapot kihoztanak. Na tessék, Győri sállal a táncolók, teljes a barátság. Westberg, Christiansen. Most elváltottuk egymást. Igen, ugye az történt, hogy a két hármas védő keresztezte egymást, Anya Althaus és Hansen. Ott látjuk, hogy befutott Hansen a beállóval a kilépő védő mögé, és erről nem értesítette Anya Althaus-t, és ebből akadt probléma. Ilyenkor mindig fontos, hogy megkapja az információt, hogy vigye végig az embert, vagy pedig jön a váltótárs. Groth. Oftedal. Althaus próbálna valahogy befordulni. Ez most nem sikerül Iversen mellett. Magyar szabaddobás. Oftedal. Fantasztikus csellel megy el. Megint egyszer nem tudják követni az egyébként nagyon gyors lábú dánok, hogy mit művel Oftedal. Szemmel is nehéz egyébként. Védekezik rajta, aki ugye nem nagy darab, de az egy jó lábú. Biztos, hogy Tomorit meg tudja tartani erővel, de Oftedal sem tudja lábbal, az azért más faj. 5 Groth és 5 Oftedal gól. Egyelőre a mérkőzésen 16-9-es győri vezetés, és erőlködő, de egyelőre inkább csak szenvedő dán csapat.
viszont szép volt a balszérről. Pedersen elmegy, Bódi nem bántja, ez pedig Griezmann nem tudja hárítani. Pont az a szög volt, amikor még volt a nagy szög, hogy kilépjen a kapus a hosszúba védeni. Szóval nem volt annyira pici, hogy ne tudja előni a hosszúba. Ez akkor nehéz a kapusnak eldöntenie, hogy védjen. Tomori. Grót engedi el. Hosszú idő után véd újra. Gréva dán kapuban, de pehére a labda hozzánk pattam vissza, és most Ambros Martin kér időt. Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy a sérülése után viszonylag gyengébb formában játszó Groth már abszolút visszatért a top szintre. A védekezésben ugye a két hármas védek az elején, igen, közötti váltásra hívta fel a figyelmet, illetve a támadó játékba valószínű, hogy Tomori a jobb oldalt lesz, és kifelé kell húzni a falat, hogy izolálják a védőt Gróttal szemben, aki egy-egyre fog cselezni, ez elég jól működött idáig. Abban nem volt hiba, és a védekezés is megdicsérte Ambros Martin, mert neki is tetszik, amit a győriek produkálnak. Ugye többen elmondták a meccselő győri oldalról, hogy abszolút mértékben kulcsa lehet ennek a mérkőzésnek, hogy milyen, mennyire szilárd a győri védelem, hát egyelőre nagyon. Jó, bejött a figura egyébként, a Groth egy az egyezéséből megvolt az előny, amit szépen lehúzott Tomorinak, aki viszont nem talált el a kaput, de a helyzet jó volt. 2 perc a félidőből, lehetőség a dánoknak, hogy egyel följebb kapaszkodjanak. Hát én megy be a falba, Johanna Vesberg és Grimsbø. Erős lövés. Hansen. Tomori. Groth. Tomori húzza le. Puhalák szépen be a rövidbe, és most nem lép rá vonalra. Úgyhogy ez a gól ez abszolút mértékben érvényes. Groth volt az, aki magára húzta a védőket, és Tomori pedig szépen kipaskolta a labdát Puhaláknak, aki megszerezte az első gólját ezen a mai BL meccsen is. Wallén. Vesberg, Christiansen. Most becsapta a védőinket, csak éppen a kaput nem tudta eltalálni. Pedig ez már kvázi zicser volt. Bódi volt elég pontos Groth labdája. Egy picit mögé jött Bódinak, aki már elindult 6-os felé. De hát nekünk aztán se kapkodni, se sietni nincs okunk. Hansen lemegy, és érkezik Oftedal. Tomori. Tovább, és ugyanebből így helyzet nem lesz, viszont most már végig tudjuk játszani ezt a hátralévő néhány másodpercet. Az biztos, tekintve, hogy még nincs is vett a bíró keze. Tomori, ő viszont nem játsza végig, hanem ellövi, így aztán elvileg indulhatnának a dánok, de szerencsére remekül zárnak vissza a mieink, úgyhogy se itt nincs gól, se ott nincs gól, marad a 17-10-es győri vezetés, és azt gondolom, hogy maradéktalanul elégedettek lehetünk. Szinte egy hibátlan félidőt láttunk a Győrtől, aki nem esett abba a hibába, hogy az ellenfélnek a szintjére lecsúszott volna, hanem a saját ritmusát
játsza, tökéletesen érvényesítve a tudásbeli különbségét, ami csapatszinten is megvan, és különösen egyénileg, ugye különösen Groth és Oftedal személyében két kiemelkedő játékos van a mezőnyben, akik némi túlzásra azt mondom, hogy azt csinálnak, amit akarnak, és bármikor helyzetet teremtetnek maguknak, vagy egymásnak, úgyhogy egyelőre azt lehet mondani, hogy egy csapat volt a pályán, aki jó játszott, meg egy, aki erőlködik, igen. Így van, ez a végszó innen tőlünk, de hát jön majd az elemzés, nem sokára nézzék azt is. Nagyszerűen alakul ez a mérkőzés, és az jutott eszembe, amit mindig idény elején Győrben szoktak mondani, hogy nem baj, hogyha egy-két mérkőzés a csoportmeccsek alatt nem úgy sikerül, ahogy kellene, mert hogy nem akkor kell csúcsformában lenni. És a múlt héten, amikor a Bukarest ellen azt a teljesítményt nyújtotta, nem a múlt héten, hétfőn, amikor azt a teljesítményt nyújtotta a Győr, akkor azért már ott látszott, hogy egy kicsit, mintha magasabb fokozatba kapcsoltak volna, egy kicsit, mintha kezdene mindenki jobb formában lenni. Hát itt is azt látjuk. Igen, abszolút folytatta az Eto azt a játékot, amit hétfőn abba hagyott, vagy hétfőn mutatott. Ugye itt a mérkőzés elején volt egy pici megingás, hogy húha, itt vagyunk, ellene játszani az első 5 percben, ugye még a dánok vezettek, és akkor utána jött ez a bizonyos más sebességre való átkapcsolás, és onnantól fogva egy pillanatig nem volt kérdés az, hogy ugye nem véletlenül van az, hogy az Eto vezeti ezt a csoportot, és ugye annyi köping ott a táblázat közepén vége felé. Mi az, amit úgy foglalunk össze, hogy változott a forma, hogy magasabb fokozatba kapcsoltak. Mi az, ami miatt jobban játszik a Győr? Én nem mondom azt, hogy egyik pillanatra a másikra, mert nyilván ez nem így van, de mégis, amitől most jobb formában vannak, az edzésen múlik, azon múlik, hogy telik az idő, hogy megint jobban megtalálják egymást olyan játékosok, akiknek egy kicsit más a feladatuk a sérülések miatt. Szóval mi az, ami változik? Biztos vagy benne, hogy az elvégzett edzésmunka azért ebben nagy szerepet kap, hiszen azért nagyon kemény munka van ebben, hogy hétvégére itt tudjanak játszani, ugye kezdenek összeérni a páros kapcsolatok, védekezésben is nagyon jól működik a Brock Annemette páros, ott van mögöttük Grimsbø, aki folytatja szintén azt a formát, amit fokozatosan nyújt. Ez mind biztos vagyok benne, hogy az edzésmunka, lehet, hogy a terhelés sem annyira intenzív már, mint esetleg a szezon elején, vagy a szezon közben így az ünnepek környékével. A játékosok kicsit kipihentebbek, a decemberi világverseny után azért az nagyon komoly terhelést jelent, hiszen nincs egy szuszonásnyi szünetük sem, hanem egyből felkészülés, jön a decemberi világverseny, két ünnep között már bajnokság van, januárban már jön a BL következő fordulója, tehát egy olyan fokozatos terhelésnek vannak kitéve a játékosok, hogy sokszor arra is kevés az idejük, hogy szusszanjanak, és lehet, hogy most egy picit ritkulnak az események, ugye a héten sem játszott az Eto bajnoki mérkőzés, múlt héten sem játszott, ugye csak a Bukarestre készült. Ez lehet kérdés, hogy ez most jó vagy nem jó, hogy pihennek. Nem is itt az a fontos, hanem a terhelés más, nem kell utazni, nem keveredik meg a napi rendjük, edzés, pihenés, étkezés, stb. És lehetséges, hogy ezeknek az okai vezetnek arra pozitív irányba, hogy ezek a játékosok most ilyen remek formában vannak. Nézve az első fél időt, arról beszéltél, hogy milyen fantasztikus, komplett játékos Nike Groth, hogy minden tekintetben fantasztikusan megállja a helyét. Igen, abszolút nem tudok olyan gyenge pontot mondani neki, nagyon jó a lába, jól cselez egy az egyes szituációkban, tud átlőni talajról, felugrásból, páros kapcsolata nagyon jó a beállóval, és ugye védekezni akár kettesbe, hármas pozícióba, ugye, hogy az Amorim kiesett, a Zsuzsit kellett kettesbe használni, nem volt a Brocknak párja, és akár a hármas szituációban, és olyan formában van így hetek óta, hogy igazándiból olyan, nem lehetne megállítani. Begyújtotta a rakétákat, és egyelőre nincs vége. Ő olyan, mintha neki soha nem kéne idő ahhoz, hogy összeszokjon a többi játékossal, hanem az első pillanatban megtalálja, hogy kivel milyen módon kell tudni együttműködni. Igen, ugye most nagyon jól kiegészítik egymást az Oftedal, ugye nagyon itt nézve próbáltam jegyzetelni, hogy azért átlövésekből most az átlövők kevesebbet, ugye Zsuzsi kicsit kevesebbet vállal, lehet, hogy még nem sül úgy a keze, majd bízom benne, hogy a második fél időben, és ezek az egy-egyes szituációk, meghúzom a két védőt és a társamnak adom a labdát, és ajtóablak zicserek középen, tehát az szinte nonsense, ugye a középső területeket mindig jobban
arra jobban koncentrálnak a védők, az ellenfelek, hogy na középen ne, és akkor esetleg kiszorított akcióval, de hát itt átjáróház volt szinte a védőfal baltól jobb oldalig. Na, ehhez képest, hogyha megnézzük a statisztikát, hogy mindig ránézünk először a kapus teljesítményre, ott a mérkőzés elején pont mondtad, hogy Győrben nem védett összesen annyit a dánok kapusa, mint amennyit itt a mérkőzés elején. Aztán persze látjuk azért a statisztikán, hogy nagyon-nagyon sok komoly bravúr neki sem sikerült, de minden esetre jól kezdte a mérkőzés. Igen, ott feltűnő volt, hogy egymás után ugye 7 méteres zicsereket hárított, ott volt az átlövéseknél, és azért ott biztos, hogy a mérkőzés elején ott az első 10-15 percben jobb volt a statisztikája, és utána ugye megtalálták a győri játékosok a gyenge pontjait, hogy hova kell lőni, illetve mondom, szinte zicsereket lőttek 6 méterről, szélső kis lerohanásokat vezetett az Eto, és azok zicserek, tehát az mind bravúr, nem nagyon volt esélye a kötelezőket fogni, hiszen zicserben nincs ilyen. Az is látszott a statisztikán, hogy azért a győriek is tudtak hibázni, és azért ebből gyors indításokkal el tudtak indulni a dánok, ugyanakkor viszont ugye azért azt is lehetett látni, hogy ha meg ők hibáztak, akkor a győriek azonnal kihasználták ezt a lehetőséget, és így tudtak azért nagyon komolyan elhúzni az első félidőben. Igen, ugye náluk is van egy támadás védekezés csere, ugye a Westberget a balátlövő posztján cserélik, támadásra jön fel és védekezésben, és ezt egyből vérszemet kap a győr, és akkor futás. Grót és Oftedal gyorsaságú játékosokkal ugye ezt azért elég nagy rizikó bevállalni, és ezt nagyszerűen kihasználták. Volt egy váltás csere, ott lejött az Oftedal, lejött vele a védő, és ugye a Grót egyből észrevette, hogy itt ajtóablak zicser van, tehát ezek nagyon jó kis szemfüles gólok is. Amilyeneket majd valószínűleg látunk majd a második fél időben is, most még egy kis szünet, és aztán jövünk is vissza. Csak néhány másodperce kezdődött a második félidőjép, hogy túl vagyunk a kezdődobáson, 17-10-es győri vezetés és a miénk. Kezdték a játékot, és Görbi Canitát látom a bal szélen, Brock kezében pedig a labda, viszont nincs bent. A 11. 58. magyar gól. Pedig tökéletesen kidolgozott akció volt. Szerintem még Brock is meglepődött, hogy ponton ekkor az ígyszerbe került, nincs őhez szokva. És a kezdő csapatát visszavitte ugye a második félidő elejére is Ambros Martin. Így van, Krendikova pedig a másik szélen egyébként, minden változatlan. Westberg, Christiansen. Remek védekezés Annemette Hansentől. Másik Christiansen, Selin Christiansen próbált meg ott nagyon bátortalanul lövőhelyzetbe kerülni, most viszont egy kőkemény lövést, bombát ereszt meg a kapufáról, a gólvonal elé pattan a labda, Annemette Hansen pedig szép gólt szerez. Első próbálkozása Hansennak, ami egyből gólt ért, egyedül maradt Westberggel, és a keze mellett szépen a visszaugrottba eltette. A kapus nem tudott rá mozdulni. Westbergre most Brock lépeget ki. Christiansen aztán rajta is taszít egyet, csak hogy meglegyen a tekintély, meg a tisztelet. Úgyhogy most már lassan azért lehetne passzív, és most már az is. Ugyan lassan szövegetik a támadásaikat a dánok. És erre vannak nagyjából hagyatkozva, hogy különösebb előkészítés nélkül Westberg fölmegy 10 méterről, 9-es félről. Igen, konkrétan vagy ő beveri, vagy nem lesz gól belőle. És nagyjából 50%-osan lőhet Westberg, minden második lövése utat talál a kapuba, de hát ez 11 góra volt elég, 33 perc alatt. És ebből 6-ot szerzett Johanna Westgentig. Oftedal, szép labda, Knedlikova elakad azonban Grévben, aki remekül kezdte az első félidőt, és remekül kezdi most a másodikat is.
Christiansen pedig levarázsolja valahogy a szélre. Pedersennek megvan a második gólja. Pedersen nagyon ritkán foglalkoztatják. Kétszer kapott labdát szinte az egész meccsen, abból őt két szép volt. Szép passz volt. Brock. Oly, mekkora labda, Görbic. És ezt is megfogja Grave. Pedig hatalmas passz volt, ezt fordítva szoktuk meg. Ez Görbic szokta Brocknak adni. Igen, egy hamis belső felkészítést játszottak, ami általában ilyenkor beállós az átlövőnek adja. És abban az űrbe, ami ugye akkor keletkezik, mikor a beállós följön a hatosról, és elkísérik a védők, odafutott be a szélső támadó, és ezt játszották meg szépen a győriek. De Grave egyelőre parádézik a dán kapuban, és kiállítják Hansent egy kétkezes lökésért, pedig már a miénk volt a labda szinte Vesberg lövése nyomán. Szerencsére most nem lő Vesberg, hanem bejátszani szeretett volna. Remek védekezés után már Oftedal nyargal adta. Most inkább megállnak, hiszen ember hátrányban vannak. Jó lenne legalább egy fél percet itt eltölteni. Tán kapu előtt is egy góllal mondjuk visszamenni. Az első fél időben volt egy ember hátrány, abból parádésan jött ki a Győr. Megnyerte 2-0-ra azt a 2 percet. Egy most is megvan ebből a kettőből. Yvette Broch, a gólszerző. Holland duó, igen. Hatékony volt. És most sikerült 1 percet lepergetni, plusz gól. Tökéletes menedzselése az ember hátránynak. Még akkor is, hogyha most Christiansen megszerzi talán a második gólját. Jó zárást kapott. Passzcselles. Ez egy középen ugye a Brochot zárták el, és ezért be kell segíteni a kettes védőnek. A zárás az nem mindig csak annak az embernek használható, aki abban a résbe érkezik, lehet, hogy a helyzet kettővel arrébb lesz majd, hiszen ha egy védő elakad, akkor mindenkinek tolódnia kell. Tomori. Ez is 2 perc. Most már azért csak tudunk majd gólt lőni Grave-nek 7-esből. Hát, volt egy kis jó indulat. Lehet, hogy egy kicsit a kezéhez hozzáért a lövésénél. Volt valami fizikai kontaktus, de mondjuk ilyet láttunk már. Úgyhogy elengedték. Groth lövi a büntetőt, és nem találja el a kaput. Nicke Groth. Kis bonyai vannak a 7-es nem jött ki a pörgés. Ez azért egy nehéz 7 méteres, különösen egy hölgynek. A férfiak sokkal jobban hát, uralják ezt a dobásfajtát, hiszen nagyobb a tenyerük. Könnyebben pörgetik meg a labdát ebből a mozdulatból. Christiansen. Emily Vesberg. Johanna Vesberg nincs a pályán, mekkora szerencséjük volt most. Jó idekezett Broch a hosszú kezeivel. Wallin. Közben elment a játékos, akinek passzolni akar. Igen. Nem volt teljes az összhang. Ezt persze mi cseppet sem bánjuk. 7 perc eltelt a második fél időből is, azért a 7 gólunkból fogyott el. Ilyenkor, amikor nincs kapus, hogy kinek le kell mennie, annak nagyon felelőssége, hogy olvassa a játék helyzetet, és ne vakon szaladgáljon le a pályára. Sokszor látjuk, hogy egy játékosnak megmondják, hogy te jössz le, ahogy úgy ítéli meg, hogy hú, akkor gyorsan lerohan, közben
figyeli a társait, ez elég nagy hiba szokott lenni. Aztán megvan, hogy későn futnak le, tehát nyilván nem könnyű döntés ez a játékos számára, hogy mikor fut le. De az néha bosszantó, ami most történt ugye a dánokkal, hogy elfutott a labda előre Vesberg. És letelt időközben a kiállítás. Kicsit megállt a miénk játéka, illetve nem is megállt, hanem hiba csúszik, vagy porszám került a gépezetbe. Sok helyzetet elrontottunk. Szerencsére azért ezt annyira hatékonyan nem tudták kihasználni egyelőre a dánok, mert a védekezéssel nincs különösebb baj. És a miénk a labda. Szállás, viszont nem onnan végezték el sajnos. Rendíthetetlen győri szurkolók. Tomori. Hoftadál. Rock keresi a helyet középen, de végül Tomorinak lesz helye, és ez egy gyönyörű gól így. Józsinak a második találata a meccsen. És kerek 20-nál járunk. Christiansen. Nagyon rákészült, aztán gyakorlatilag teli belőtte. Kimsz főt, aztán elugrani se tudott volna előle. Igen, azt mutatja, igen, hogy én nem akartam ezt kivédeni, csak védtem magamat. És ez lett belőle. Fedikova meg a másodikat rontja el egymás után szélrel. Így is, úgy is mindjárt jön Bódi, de egyelőre ez nem Fedikova meccse. Kihara, meg az övé sem szerencsére. Szép góllal kezdte a mérkőzés, de aztán kétszer-háromszor túljárt az eszén Grimsbő, azóta meg helyzetbe sikerült, nem is kap nagyon labdát. Visszajön a kis pihenő után, Johanna Vesberg, Christiansen, hát ez pedig elhalásza. Nicke Groth, Hoftedal, Görbic. Megvan a 21. magyar gól. Nagyon önzetlenül kiszolgálta. És az első Anitának, azt hiszem. Hoftedal Görbicet. Igen. Ezt akár be is vihette volna az ő sebességével, de szépen beadta a szélre. Csak beindul a gólgyártás a másik fél időben is. Levitték Ike Harát. A dánok úgy látszik, nem csak nekem tűnt fel, hogy nagyon passzív, hanem a vezetőedzőnek is. Óriási különbség a gyors gólok között. Mi 8-at szereztünk, a dánok összesen egyet, és ha minden igaz, akkor itt lehet a 9. Groth, Görbic, itt is van. 22-13, a 9. lerohanás gólunkkal lesz 9 gólos a különbség. Látom, most úgy döntöttek a belső emberek, hogy Görbicnek adnak egy-két labdát, ne üresbe szaladgáljon feleslegesen, mert itt, hogy hozta föl a labdát, Groth láthatóan több verziót is kiaknázhatott volna, de Görbicet választotta. Hát ez pedig így már az utolsó időkérése a dán edzőnek. Hát nem érdemes tartalékolni. Hát nincs mire, igen. Hát ránézve a tabellára úgy néz ki, hogy marad a bajnokság a Nyköpingnek, hiszen ezzel a vereséggel könnyen lehet, hogy ők is elszállnak. Oké, még persze lehet. Az utolsó mérkőzése, hogy a dán házi rangadó fog dönteni valószínűleg, hiszen a Ljubljana Győrben fog játszani, ami viszonylag az egy egyesélyes meccs, igen. Kicsi lehetőségük van, ma pedig ugye az orosztól fogadják este a szlovénok. Tehát ő már bizonyosan nem szereznek pontot. Oké, wait, all the
Már egyébként azt a Rostov-Ljubljana meccset az pont én közvetítettem, és ez nem volt annyira egyszerű, mint hogy a végeredményből azt következtetni lehetett volna. Nagyon sokáig remekül helyt állt a Ljubljana. Egyébként ez jellemző rájuk, igen, hogy jól helyt állnak, csak nem nagyon tudnak mérkőzést nyerni. Ugye a Mityland elleni döntetlen az olyan sokba került nekik, ha ott tudtak volna nyerni, akkor most már talán a továbbjutás is meg lett volna nekik, de így maradtak ugye abban az állásban, ahol az ember egymás elleni eredmények fognak valószínűleg dönteni. A Nyköping és a Ljubljana között. Vagy ha Mityland nyer között, az utolsó igen. meccsen, akkor ő viszont be fog csúszni. Itt pedig Olsen lőtt gólt, ő jött ugye Ikehara helyére, egyből helyzetbe került, és egyből be is talált. Tomori. Oftedal. Ezúttal ő találja el Grévet, és megint a frissen beállt jobb szélső Olsen, ezúttal nem szélről, hanem indulásból a második dán gyors gól. Ezzel lesz 22-15. Fordultak. Adja a kapus, nézd a kapus teljesítményeket, igen, 44-17% Grimsből nem nagyon találkozott a labdával a második félidőben, Grave viszont parádézik. És ehhez is hozzáért, de szerencsére csak hozzáért. A combjával, Oftedal újabb góljával 23-15, és gyönyörű a visszarendeződés. Ebben a csapatban Christiansennek nincsen alternatívája. Láthatóan akármit csinál ő a pályán van. Van egy-két szép megoldása, de rengeteg labdát elszór. Amiből kapják azért rendesen a kontrákat a dánok. Mi pedig kapust cseréltünk, bejött Kis Éva, és egyből véd is egyet. Remek bemutatkozás. Tehát Évitől, és most már a 44. percben járunk. Ez rendszerűen már, hogyha érkezett Althaus, megkezdődtek a cserék. Igen, a szélen egyelőre maradt Görbic és Knedlikova, most rossz labdát kapott Anita, azért nem tudta megkaparintani. Christiansen talán először sikerül megjátszani Iversent középen. Eddig ezek a bejátszások szinte kivétel nélkül valamelyik győri kézben haltak el, most nem. Szépen zárta ki az első időjét Iversen. Merk készülődik, adom neki magyarázat Larsen, ő a norvég légiósa Köpingnek. Ő pedig Tomori. Ami átlövünk, gyönyörű gól. Tökéletes lövés. Nagyon jól kiegészíti ugye a Tomori játéka a két másik belső emberét, akik inkább lábbal csinálják a helyzeteket, és amikor mondjuk nagyon betömörülnek a védők, akkor jön Tomori, és mondjuk így 9-10-ről mindenki feje fölött be tudja dobni. Hansennak is ez a szerepe, illetve majd lesz Amorimnak, hogyha visszatér rövidesen, őt is láthatjuk a pályán. Húha! Ez még egy kapu lett volna ott. Ez lehet, hogy csak akkor gól. És itt későn határozta el magát szerintem, hogy mit fog lőni. Nem tudom, mi volt a terv. Hát ejteni akar, csak nyilván. Egy 50-es kapusnak azért esélyesebb lett volna, szerintem, hogy meglátta Kis Évát. Akkor gondolta, hogy jó magasan kell ejteni, és az
kapus, a kapuhoz már nem igazította az ejtés magasságát. Bódi már bent a pályán. Jobb szélen. Iversen megy ki? Nem. Lagerqvist, igen. Lehet, hogy Iversen is magára vállalta volna. Lagerqvistnek a második. 2 perce. Altaros mezét tesztelte. Igen, ezek a kiállítások azt hiszem ilyen halmazati büntetésként lehet fölfogni. Gyönyörű összjáték megint Oftedal és Groth között. Egyszerűen esélyük sincs lekövetni a dánoknak a mieink támadásait. Nike Groth. Mindenféle gond nélkül még lehet, hogy picit hozzáért. Grave. Nem esélyesen volt hárítani. Ez volt egyébként Groth első gólja a második fél időben. És már 9, vagyis megint 9, ugye 22-13-nál vezettünk már egyszer 9-el. Hatalmas a különbség a két csapat között. Pont ennyi volt, mármint 9 Győrben. Most ha ez így megy tovább, akkor ez még több is lehet. Akár Iversen szerzi meg közben a második gólját. Tás hiányzott Hansen és Althaus között. Groth, Althaus, ez most nem jó. Révén indít, de szerencsére ez sem. Nielsen ott már nagyon kiszorított helyzetben volt, de így is megtalálta a rést valahogy. Évi és a kapufa között. Pedig az indítás jó volt. De megoldotta. Szerintem azt hitte Éva, hogy egy picit közelebb van a kapufához. Meg hát most ráadásul abszolút mértékben bele is fér. Groth szemfülesen lecsap a labdára, Bódi pedig behúzza Grave fölött. Megvan a 26. magyar gól. Csengét is látom melegíteni, úgyhogy elérkezett a pillanat, amikor Ambrose Martin is úgy érzi, most már tényleg teljesen nyugodtan cserélhet. Egyébként most ugye a keretben nincs is itt a sok-sok ígéretes fiatalja, a már említett középiskolás világbajnoki cím miatt a Győrnek, de Fodor Csenge speciál itt van, és ha már elment Dániába, akkor pályára is fog lépni. Jól védekeztek a beállós ellen a győriek. Most Lagerqvist birkózik ott a falban. Christiansen. Ez most szépen csinálta. Nem lépett ki rá. Sem Hansen, sem Althaus. Túl közel engedték. Nagyon nagy labda Broch, és ott a 27. győri gól. Ezt a játékot játszottak az első támadásnál, a kereszt után érkezett Tomori középre, és megjátszott a Brochot, de most be is dobta a holland. És már mira. Nálunk a labda 10 perccel a befejezés előtt, újra meg lehet a 9 gólos különbség. Meg lehet labda, ja, bocsánat, hárommal szemben a igen. Után oldalon. Tomori. Hansen. Tomori tovább, Bódi. Ez most védi Grave. Jól marad benne a szögfelezőkben Grave, és ezt
Az Edvéd jó szélről. Meg 2 perc lesz Ivet Brochnak. Hansennek, igen. Jól csinálta Langerquist. Már vetődött gyakorlatilag a védőjátékosra. Westberg. Szerencsére elég régen szólt hozzá a mérkőzéshez. Azonban leszorították neki a falat. És ezt leszorítani ezt. Nem is nagyon volt ott fal, Brock is már későn ért oda. Hogy hol menjen be, meg a labda helyét is megtalálja a kapus és a kapufa között, és ilyet ezen a meccsen még szerencsére nem láttunk. Most igen, gyors, üres kapus gól a dánoktól. Szép kezdésből ívelte ugye be egyből Lagerquist, nem is Lagerquist, Christiansen. Mülle, ahogy hívják a Mülle. Mülle. Szenevét adta föl. Tomori. Most elhamarkodott és rossz lövés volt Boftedáltól. Gyorsan jönnek a dánok, kiséva azonban remekül védi Nielsen lövését. Talán az első védése nyilvánnak. A második, mert rögtön, amikor beállt, akkor volt egy. Bodi. Uff, ajjajjajjajjaj. Csúnyán kilőtte. Grévet. Kapcsok átka. Igen, és ez most nem a homloka volt szegény kapusnak. Volt, azért még piros lapot is kaphat Bódi, mert nem mozdult a kapus. De ez nem csak hetesnél van? Nem, az minden. Bármikor, hogyha nem... Ha kapus áll, és nem mozdul, és útlődik fejbe, akkor ez piros lap. Természetesen az, hogy egyáltalán nem mozdul. Picit egyébként meg azért Christiansen, igen, meg kicsit Christiansen azért meghúzta a Bódi mezét, úgyhogy volt ott valami kis fizikai kontakt, amik ezt nagyon ritkán szokták alkalmazni. Grével mára befejezte, úgy látszik. Tomori. Brock indul. Uff, egy nagy ütközés. És el is veszik támadóért. Lepattant rendesen az szemben. Az igazság szerint ez Brocknak a hibája volt. Úgy adta oda a labdát Hansennek, hogy nem nagyon tudott már mit csinálni. Akkor mindig felelőssége van a passzoló játékosnak is, hogy ő látja igazából, hogy milyen helyzetbe kényszeríti a játékostársát. És itt a harmadik kis Éva védés. Lelassult a labda a sáncon, de azért így is meg kellett fogni. Hansen pedig ledöntötte a falat. Ellenállhatatlan volt. Nincs nagyon jó az éve.
olasz támadó. Így van. Hansen, ott az újabb gól. Megvan dolgozva már az ellenfél fala. Tudnak már fizikailag ellenállni Hansennek, aki egy igazi őserő. Újabb technikai hiba, illetve eladott labda a dánoknál. És marad a 30-21. Na, hát 10 gól még nem volt a különbség. Most viszont lehet. Tomori. Hansen. Gyönyörűen megy el, és Zsinórban most már a harmadik gólját szerzi. Úgyhogy nagyon fontos, egy dán csapatnak, hogy igen. Bizalmat szerezzen a lövések tekintetében. A ritka gyors válaszok egyike a Nyköping részéről. És Wallénnak az első találata. Mindössze 21-22 ezzel most Althaus középen. És jön Puhalák irányítani, a csengő pedig lent a bal szélen. A bejátszás viszont nem jó. Christiansen. Na de akkor ott van Kis Éva, és véd egy gyönyörűt. Aztán a labdát sajnos nem sikerült megtartani, de legalább megúsztuk gól nélkül. Hú, de szép védés volt. Christiansen. Kevesebb, mint 3 perc a végéig, az belül védekezés. Szépen átvette a bal kezébe a labdát. Sok volt, már még ha tényleg sok volt, akkor teljesen mindegy, hogy Bódi hol állt, de nem fújták le. Christiansen hetesét is megfogja Kis Éva, aki remekül szállt be a mérkőzésbe, és neki is egy kis önbizalom injekció ez a mérkőzés, hiszen amióta pályán van, alig-alig tudnak túljárni az eszén. Ez pedig itt Grév és a jég. A legjobb barát, azt hiszem, ezekben a percekben. Puhalák. Most nagyon jól tűnt. Puhalák. Lépés hiba. Mehet tovább. Egészen. Gólig sikerül Wallénnak juttia, 31-23. Itt Hansen állíthatta volna meg, aztán Althaus, meg végül Tomori is ott volt, de senkinek sem sikerült. És így most elég jó esély van rá, hogy ugyanaz eredmény szülessen az abszolút első meccsen. Meg lehet. Így van, 32-23 lett a győri meccs végeredménye. Ahhoz még egyet kell lőni a Győrnek, és kivédekezni az utolsó támadást. Puhalák. Szép játék után megvan a második gólja, és akkor megvan a 32-23, de még egy perc hátra van. Ugye azt mondta az ellenfél edzője, hogy nagyon sokat tanultak abban a meccsből, most meglátjuk. Megtanulták azt, hogy kell pont ugyanazt a végeredményt abszolválni. Hát ha most ezt bedobják, akkor mégis... Akkor nem, akkor igen. Akkor egy, sikerült fejlődni. Egy gólnyit tanultak. Christiansen. Tanácstalan. Dánok ott a győri fal előtt. Emily
Westberg és türelmes játékvezetők, mert szerintem háromszor felemelhették volna a kezüket körülbelül. Egy 30 másodperce passzolgatnak ott a fieink hatosa előtt. Végül aztán csak sikerül begyötörni egy gólt. Nem lesz ugyanaz a végeredmény, mint Győrött, de hát emiatt cseppet sem bánkódunk. Azt hiszem, Puhalák még felnéz az órára. Egy lövésre még van idő. Egy lövésre van idő, gól, nem lesz belőle, de tulajdonképpen teljesen mindegy. 32-24-re győzte át a Győr a Nyköping otthonában, és ezzel gyakorlatilag eldől, hogy a csoport élén végez majd, ami miatt mi roppant boldogok vagyunk, és ahogy elnézem, a győriek is roppant boldogok. Igen, azt hiszem, hogy ez a tipikus papírforma mérkőzés, ott az első perccel az utolsóig érvényesítette a Győr a nagyobb tudását, és a félidőre megszerzett különbséget már csak menedzselni kellett a második félidőbe. Továbbra is jól védekeztek, és talán az volt a különbség a két félidő között, hogy a másik félidőben nem erőltették már a gyors labdafelviteleket, Oftedal és Groth is egy kicsit visszavett a tempóból, és ezért nem lett nagyobb a különbség, de hát ugye idegenbe ésszel kell játszani, nem kell túlpörgetni a dolgokat. Két pontért jött a Győr, ezt el is viszi, és az energiákat pedig nem kell el pazarolni fölöslegesen, hiszen szükség lesz meg a szezon hátra levő részében minden egyes mozdulatra, amit gyorsan meg tudnak tenni. Közben Oftedal megkapja a mérkőzés legjobbjának járó díjat, mi pedig ezzel a statisztika halmazzal búcsúzunk. A számok is azt igazolják, amit mi láttunk a mérkőzésen, meg gondolom, hogy önök is, hogy egy Győr sokkal jobb volt, és ekkora 8 gólos különbséggel is megérdemelten győzött. Mi a kommentátorállásból Attilával búcsúzunk, de Bözsi és Kriszta folytatják a stúdióval nem sokára. Viszontlátásra! Wear the outfit of the champions. Check it out and get it now at salminghandball.com. Az egyrésztről természetes, másrésztről viszont azt hiszem csodálatra méltó, amiről Attila beszél, hogy el kell menni egy ilyen mérkőzésre, meg kell nyerni, annyit kell pont beletenni, amennyi szükséges, és egyébként pedig az összes többit tartalékolni kell a következő megmérettetésekre majd, de hogy ezt a játékosok olyan pontosan tudják érezni a pályán. Ehhez kellett az is szerintem, hogy az első fél időben nagyon dominált az Eto. Tehát ezt akkor tudod megcsinálni, hogyha abszolút az ellenfélnek elveszed a kedvét, mind támadásban, mind védekezésben. Másik fél időben láthatjuk, hogy kiegyenlítettebb volt a játék. Itt is gól, ott is gól, itt is hiba, ott is hiba. De ahhoz, hogy itt vissza lehessen venni a másik fél időben, vagy pont annyit adni ki magából egy játékosnak, amennyi elég, ahhoz kell az, hogy az ellenfél tudja azt, hogy na hát itt akkor sok keresnivalónk nincs, és láthatjuk, ez a hétből lett hat a végére. Ezt így ilyenkor lehet abszolválni. És az is egy pozitív dolog, amikor idegenben egy csapat meg tudja azt csinálni, amit mondasz, hogy az első félidőben minimum az első 15 percet arra szánni, hogy úgy elmenni a másik csapattól, hogy utána már csak tartani kelljen a félidőig, és ott pedig a második félidőben lehet egy kicsit más játékot produkálni, nem annyira kihajtani magát egy játékosnak, mint mondjuk az első félidőben. Igen, ezt egy kiélezett Bukarest vagy Rostov mérkőzésen azért ugye nem lehet ott, és első a 60-ig ott 100%-on kell pörögni, koncentrálni, ott mind pillanatban akció van. Igen, kell ahhoz, hogy itt domináljon a Győr, dominált a Győr, egyből elvegye a kedvét a dánoknak, labdákat szereztek, iszonyatos tempót diktáltak. Több hibával játszott a második fél időben, az Eto jobban voltak, forgatta az Ambrosa játékosokat, nem is nagyon volt rendszer, annyit játszottak valóban, annyit adtak ki magukból, amennyi szükséges volt. Az érzésed szerint mi az, ami most hiányzott a dán bajnok csapatból, ami megvolt akkor, amikor egy-egy mérkőzésen bravúrt tudtak hozni, és ami mondjuk egy kicsit jobbá tette a játékokat, ami ma nem sikerült? Lehetséges, hogy az ellenfelek is úgy érkeztek ide, mint hát itt van egy kis dán csapat, bajnok lett,
úgyis nyerünk. És ebben a pillanatban ezt megérzi az ellenfél. Tehát a dánok lehetséges, hogy bérszemet kaptak, hogy na akkor megmutatjuk, mi vagyunk az újoncok, nem nagyon ismernek minket, és akkor hajrá mindent bele. Ez az elején elsülhetett jól, hiszen ugye a szezon elején kapták el a Bukarestet, és ugye utána, hogy ugye jönnek a mérkőzések, van róluk videóanyag, tapasztalják az ellenfelek, a csapatok, hogy mit tud ez a dán csapat, és akkor fel lehet rájuk készülni, nem szabad leírni őket, ugye vártuk a mérkőzés elején, hogy nem szabad, hogy belelkesedjenek, nagyon pontos játékkel, koncentrálni kell ahhoz, hogy ilyen végeredmény születhessen. Előfordulhat, hogy talán így a meglepetésként hatottak a szezon elején. Az mi lehet, amiről Larsen beszélt itt a mérkőzést megelőzően, hogy nagyon sokat tanultak abból a meccsből, amit az Eto'o ellen ugye itt Győrben játszottak, amiből nyilván készültek is erre a mérkőzésre, de amire azt mondta, hogy ők ott nagyon sok minden olyan tapasztaltak, amit azért bele tudnak majd a játékukba illeszteni, ha nem is ezen a mérkőzésen, de legalábbis azért a közeljövőben vagy a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy az benne lehet, hogy elutaztak Győrbe egy olyan arénába, ahol 5000, nagyjából 5500 fanatikus üvölti végig a mérkőzést. Ezt azért Dániában a kis lelkesen tapsoló 2000 ember. Igen, ez azért nem ugyanaz a feeling, és ez biztos, hogy ilyen közönség előtt, ilyen nyomás alatt, vagy ilyen hangulatban játszani, ugye akkor ugye ott fel is jöttek a dánok, tehát azt kamatoztatni tudták, nem ijedtek meg ettől a légkörtől. Ebből biztos, hogy lehetett tanulni, tehát ez biztos, hogy a nemzetközi porondon kevésbé rutinos játékosoknak ez jól jöhetett. Danyi Gábor itt van velünk a telefonvonalban, ha minden igaz. Szia Gábor! Szerbusztot, üdvözlök mindenkit! Szia! Szeretnélek most arra kérni, hogy értékeld nekünk ezt a mérkőzést úgy, hogy azt is vegyük figyelembe, hogy ugye a mérkőzés előtt nyilatkoztatok a honlapnak, azt mondtad, hogy mindenképpen győzelem miért érkeztek oda Dániába. Ez így Gábor, ha egy kicsit, egy-két métert el tudnál mozdulni, az sokat segítene valószínűleg, mert azt hiszem, hogy nincs ott térerő, ahol most jelen pillanatban, vagy ha hallasz minket, akkor egy kicsit próbálj meg mozogni, légy szíves, mert igen. Nem hallunk. Igen, halló. Most remélem rendben lesz, most hallak. Rendben. És jó. Akkor kezdjük ezt előről, jó? Jó. Tehát ugye annak fényében jöttünk, hogy a Bukarest ellen nagyon jól játszottunk, és akkor ért az a bukaresti két pont igazából, hogyha ezt most folytattuk itt Dániába, illetve folytatni akartuk, hogy csoportkészségünk legyen. És hát ennek szellemén léptünk pályára, hogy mindenképpen győzhetnénk, és nem annak szellemére, hogy a nyitőpényes legyesen az elmúlt mérkőzéseken nem szerepelt túl jól. Tehát nem arra fókuszáltunk, hogy a Nyitőpény most elsősorban milyen játék előtt képvisel, hanem az, hogy tudjuk tartani azt a fajta elsősorban hozzáállást és sportjátékot, amit a Bukaresttel nyújtottunk. Tehát ennek szellemére, és azt gondolom, hogy ez a mai mérkőzésen nem volt kérdés. Végig kézbe volt, nem volt túl jó, elsősorban én azt gondolom a támadó játék, de mérkőzésben készültünk, azt szinte majdnem mindent meg tudtunk csinálni. És a feladat nagy részét tulajdonképpen már az első fél időben sikerült teljesíteni, hiszen ott olyan játékot tudott produkálni az Eto'o, amivel a második fél időben már sokkal több lehetősége volt, mert hogy nagyon elmentetek eredményben a dánoktól. Halló Gábor! Nem hallunk most téged. Én akkor ezennel szeretném megköszönni, hogy itt voltál velünk, és nagyon jó utat kívánunk hazafelé, remélem, hogy jobban rendben lesz az utazás, mint ahogy a térerő volt ott most a csarnokban, mi pedig akkor folytatjuk a beszélgetést. Ugye az nyilvánvaló, hogyha egy csapat úgy utazik ki egy mérkőzésre, hogy mindenképpen szeretne nyerni, akkor szokott az lenni, amit mondtál már te is az imént percekkel ezelőtt, hogy akkor előfordul, hogy lebecsülik az ellenfelet. Azért ez nem nagyon fordul elő a győriekkel. Nem nagyon komolyan erősek ezek, fejben erősek ezek a játékosok, tehát nem csak a kézilabdában tudnak nagyon sok mindent, hanem azért ők fejben is nagyon felkészültek, tudják, nagy tapasztalattal rendelkeznek, sok nemzetközi világversenyt megért játékosok,
biztos náluk is fordult elő, hogy nem úgy, nem vagyok benne biztos, hogy biztos, de előfordulhatott, hogy nem úgy álltak hozzá egy mérkőzéshez, és abból tanulni. Tehát folyamatosan tanul az ember, és ahogy a Gábor is említette, egy Bukarest mérkőzésből érkezni ugyanolyan hozzáállással, ez nekik is egy szép feladat lehetett, szép feladat volt, hogy úgy kezdeni a mérkőzést, ugye amit beszéltünk az előbb is, ahogy a Bukarest ellen lefújták. Tehát ott volt egy nagyszerű játék, akkor így kezdjünk, és ez ugye nagyon dominált az első félidőben, második félidőben meg ugye az eredmény tükrében akkor látták a játékosok, hogy lehet, hogy most nem kell minden támadásban egyezni, hanem lehet, hogy elég lesz majd minden harmadik támadásban. Ez lehet, hogy így kicsit furán hangzik, de gondolom érezték, hogy jó, ez a mérkőzés megvan, kell pakolni, mert azért feljöhet egy 3-4 gólos elénynél már lehetséges, hogy vérszemet kaptak volna a dán játékosok, de egy pillanatig nem hagyták ennyire közel jönni a győriek őket. Hogy mennyire erősek fejben, az ugye abból is kiderül, hogy Anya Althausnak sikerült ilyen gyorsan visszatérni egy nagyon komoly sérülésből, mert ez csak úgy lehet neki a rehabilitációnál 100%-osan vagy még jobban ott van. Egyébként ezt jól jellemzi ez a történet, amit elmeséltél nekem itt a második félidő alatt, ha elmondanád nekünk annak az edzésnek a történetét, amikor fél órával korábban érkeztél a csarnokba, mint kellett volna. Igen, van szerencsénk úgy edzeni, hogy ugye a felnőtt csapat vagy előttünk, vagy utánunk készül. Most a héten ebben a fél kettes időpontban készültek, tehát pont előttünk edzettek, mi nagyon óvatosan megvárjuk, amíg ugye vége az edzésnek, és akkor bevonulunk, és volt egy 20 perc, fél óra még a két edzés időpont között. A fiatalok gyakoroltak, és hát ugye a csenge volt otthon, a többiek még nem érkeztek meg, és az Althaus kint maradt, ott volt a többiekkel, nyújtottak, és az Althaus nekiállt, és akkor vagy másfél-két órás edzés után két alapvonal között levágott vagy húsprintet. Fokozó futás, utána végig sprint, utána leült, segített még a csengének labdát szedni, és akkor nyújtott, és elvonult. Tehát érzi azt, hogy nem lehet azt, jó, meggyógyultam, leülök, megcsinálom az edzést, és akkor hazamegyek, lógatom a lábam, hanem tudja azt, hogy ahhoz, hogy ez az év úgy sikerüljön a számára, amiért ide jött, és igen, bevállalt ezt az egy évet, ahhoz még neki kell plusz munka. Hát azt hiszem, hogy ez jellemző általában ezekre a játékosokra, és hát nem véletlen az, hogyha ránézünk a táblázatra, akkor azt látjuk, hogy a Győr az első helyen áll. Ugye van még a mai napon két mérkőzés, a Krím a Rosztovval játszik, a Bukarest pedig a Mityilanddal. Ez azért érdekes, mert ugye a negyedik hely az gyakorlatilag még kiadó, az nagyon-nagyon sok fog múlni azon, hogy például a Ljubljana tud-e valamit kezdeni a Rosztovval a mai mérkőzésen, illetve hogy jövő héten például a Győr ellen hogy fognak játszani, vagy hogy a két dán csapat mit fog tudni kezdeni egymással majd, amit jelent, illetve a Nyköbing. Itt még azért vannak variációk. Jön az első három csapat tovább jutása, ugye nem kérdés, és valóban ugye láthatjuk, hogy majd a Ljubljanának én úgy gondolom, hogy nem sok esélye lesz Győrben pontot szerezni, pontokat szerezni. Ma esetleg egy jó mérkőzésen, ha jó napot fog ki minden játékos, azért a Rosztov dolgát megnehezítheti, és miért is ne, szerezne pontot, pontokat. És az utolsó fordulóban ugye a két dán csatája ugye 5-5 ponttal, illetve majd ugye a Mityilan 4 ponttal, esetlegesen ők győzedelmeskednek, a többi két csapat nem szerez pontot, akkor a Mityilan megérkezik negyediknek. Nem lesz könnyű dolga a Ferencvárosnak sem a mai napon, hiszen az FTC Rail Cargo Hungária a Metzzel fog játszani, hamarosan kezdődik majd az a mérkőzés is. Te mire tippelsz? Hazai pályán mindenképpen Fradi győzelmet tippelek, egy nagyon-nagyon kemény hajtós mérkőzésen. Ez a Metz idén jobban összeállt, hát érik szépen a munka, amit elvégeznek, tehát ugye azt azért több csapatnál is észre lehet venni, hogyha nincs nagyon nagy mozgás, ugyanaz a stáb, a játékosok, akkor azért egy idő után az elvégzett munka, az összeszokottság meghozza a gyümölcsét. Egy nagyon kemény mérkőzésre számítok, hiszen a Metznek ez a második hely a csoportjában, lehet, hogy még nem is fordult elő, tehát biztos vagyok benne, hogy ők nagyon meg akarják mutatni magukat a Fradi pályán is, de én úgy gondolom, hogy a Fradi azért ma ezt a két pontot begyűjti. Legyen így, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, remélem, hogy önök is velünk tartanak a továbbiakban is, hiszen hamarosan jön majd a Ferencváros mérkőzése, addig és pár perc után viszontlátásra.